A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Majoros Róbert, az Alba Régia Tánc Együttes művészeti vezetője. Szervusz, örülök, hogy itt vagy. Szervusz, köszönöm a meghívást. Három csodáról fogunk beszélgetni. Három olyan csodálatos kompozíció tánc, ami azt hiszem, hogy egy kicsit feldobja azokat az embereket, akik egyébként is szeretik a népi kultúrát, másik oldalról pedig odafigyelnek a művészetre, a táncművészetre. Arról nem beszélve, hogy most olyan vizekre vesztek, ami néptánccal alig elmesélhető, és közben kiderül, hogy dehogy is nem, igenis. Az egyik természetesen a Petőfi emlékév kapcsán, Petőfi 200, a verslábok. Ez tulajdonképpen egy tavaszköszöntő táncház, és Petőfi életét mutatja be kicsit másként. Zseniális koreográfia, volt alkalmam a próbát megnézni, és azt mondom, hogy ez egészen kivételes produkció lesz. Kezdjük azzal, hogy honnét jött a gondolat. Azt tudjuk, hogy Petőfi emlékév van, Petőfi 200, de ezt táncban elmesélni ráadásul úgy, azt hiszem, hogy ehhez nagyon sok minden kellett. Igen, ez érdekes, mert sokan rácsodálkoznak erre, akikkel így beszélgettek, hogy hogyan össze egy néptánc együttesnek egy műsora Petőfi művekkel. Hát olyan egyszerűen, hogy mi énekeltük már gyerekkorunk óta ezeket a népdalokat, és nem is tudtuk, hogy ezek Petőfi versek. Úgyhogy egyről kettőről úgy sejtettük, hogy van valami köze a Petőfi költészetéhez, így általános iskolai tanulmányunk, majd később a középiskolai tanulmányok alapján, de egyszerűen én ezt körülbelül 10 évvel ezelőtt elkezdtem ezt feszegetni, ezt a témát, készült is akkor egy műsor ebből, akkor ez kifejezetten csak a Petőfinek a folklorizálódott verseiről szólt, semmi másról. És nyilván a Petőfi emlékév kapcsán újra előkerült ez a téma, és én úgy gondolom, hogy sikerült ezt annyira leporolni, ezt a műsort, sőt, annyira átalakítani ezt a műsort, hogy most már én magam se ismerek rá, jó értelemben nem ismerek rá. Nekünk is olyan, mint egy teljesen új műsor lenne. Göbölös Gábor barátom segítségét hívtam, ő ennek a műsornak a főszereplője, ő viszi végig ezt a fonalat, akár néha úgy, mint Petőfi, akár úgy, mint egy narrátor, akár néha, mint egy táncos. Igazából ő neki a segítségével tudtuk ezt a műsort még komplexebbé tenni, ami azt gondolom, ahogy te is mondtad, hogy ha nem is időrendi sorrendben, de mégis a Petőfinek az életéről olyan információkat megtudunk, vagy a tovább élésének a történetéről, amit lehet, hogy így a történelemkönyvekből nem ismerünk. Hát ez egy különleges életút, mint tudjuk, hiszen alig 5 év alatt lett a legnagyobb, ha úgy tetszik, aki Székesfehérvárhoz is kötődik, és nyilván ezt is látni fogjuk, hiszen színészként itt is szerepelt, itt mutatkozott be, súgóként, színészként, majd 1849, ugye nagyon is jól tudjuk, hogy a vége ilyen értelemben, és ebben jószerivel minden benne van, és úgy felépítve, hogy én azt hiszem, hogy nem csak a költő kultuszát emeli, hanem azt a különleges életutat is hitelesen bemutatja, ami nagyon nagy szükség van mostanság. Igen, tehát a műsorunkban az, hogy a versei által nyilván képet kap az ember a költőnek a munkásságáról, de ezt is sikerült úgy megoldanunk, hogy a 10 évvel ezelőtt nagyon sok bejátszást használtunk. Most ezek a bejátszások minimálisra csökkentek, és vagy verssel, vagy a táncosok is prózába, vagy egy csúlyogatással, vagy egészen modern technikát használva, akár egy
elképzelt csetelés kapcsán mutatjuk be Petőfinek és Aranynak például a rendkívül izgalmas levelezését. Illetve egy csomó olyan információ, ami nem is pontosan a Petőfinek az életével, hanem akár az azt követő Ál Petőfik megjelenésével fontos kapcsolatba állnak. Utána olvastunk nagyon sokat, és nagyon jó volt akár egy Krúdi regényt látni, és abból egy jelenetet a lányoknak megvalósítani, ami abszolút erről szólt, hogy miután meghalt a költő, hogy tényleg mennyi csalói szélhámos bukkant föl így a falvakba, illetve a városokba, és bele se gondol az ember, hogy akkor nem volt internet, nem volt televízió, senki se látta igazából, hogy pontosan hogy néz ki Petőfi, úgyhogy sokkal könnyebb dolguk volt ezeknek. Igen, a szélhámosok. Beszélünk még erről, viszont engem nagyon érdekel, hogy hogy sikerült megkoreografálni azt, hogy hiteles legyen ebben az értelemben, hiszen ahogy említetted, ez a teljes életutat bemutatja, sőt még az azt követő időszakra is sort kerít. Én örülök, ha ez így tűnik neked, hogy hiteles, erre azért mi mindig törekedni szoktunk, hogy nyilván a mi anyanyelvünk az a néptánc. Tehát, hogy ebbe is én azt gondolom, ha megnézzük a mozgáskincset, és csak mondjuk a koreográfiákat nézzük, abba a magyar folklornak a dolgait használjuk. Tehát nem kell most nekünk más modernebb műfajokat táncba bevonzani azért, hogy mondjuk egy ilyen műsort meg tudjunk valósítani. És azt gondolom, hogy ettől lesz hiteles, hogy igen, megjelennek olyan vizuális eszközök, mint a projektor, mint a fények, füstgép, stb., amitől színházszerűbb lesz az egész, de azért mégis, ha lecsupaszítjuk, ez a tiszta magyar folklor, ami viszont nagyon is hozzátartozik Petőfinek az életéhez, mert hát én azt gondolom, hogy életében kevés olyan költő van, akit ennyire mondjuk a nép elfogadott és bevonzott, és tényleg használták már életébe a verseit. Igen, ez az egyedi ábrázolásmód, ez minden pillanatban látszik, mint ahogy az is, hogy mennyire fontos az, hogy ti ráéreztetek arra, hogy a Petőfi versek népdalokká váltak. És az igenis a népi kultúra része vált, ahogy már erről beszéltünk, amelynek van nem csak szövege, de dallamvilága is. És ha a kettő kézen fogva jár, akkor jön az, hogy csak rácsodálkozunk, hogy Jézusom, hát így is lehet. Igen, ez egy nagyon izgalmas téma, főleg nekünk, akik ezzel foglalkoznak, hogy amikor így beleássuk magunkat, akkor egyszer csak azon gondolkodunk, hogy hoppá, ez a Petőfi vers, ez tényleg Petőfi írta és a nép vette át, vagy lehet, hogy egy csomónál ez fordítva volt. Petőfi ugyanúgy vett át a néptől, népdalok által, sőt, tudjuk nagyon jó, hogy volt, amit kifejezetten úgy írt verset, hogy népdalszerűvé, tehát hogy annak a mintájára. Tehát, hogy nagyon érdekes ezt tetten érni, meg érdekes az, hogy például egy népi nép hogy fogja meg a versét. Hogy az első két verszakot meghagyja az eredetibe, és azt gondolja, hogy ő neki az még kevés, és hozzákult egy harmadikat, ami stílusába még akár Petőfi is írhatta volna. Így igaz, és ha már a stílusról beszéltünk, rendkívül fontos az öltözék. Hiszen azt gondolom, hogy Veronikának, Majorosné Szabó Veronikáról beszélünk, a Lelked Jobbik feléről, aki megálmodta a jelmezeket, ez is hozzátesz. Tehát mindig újat és újabbat látunk, ami hitelesen kapcsolódik a történethez. Igen, ez ugyanez a jelmezzel kapcsolatban, hogy Verának azért volt a nehéz dolga, mert nyilván a mai kornak megfelelően színházat szeretnénk mi is a közönség elé tárni. Ezért nagyon sok esetben mondjuk egy autentikus ruházat, az nem biztos, hogy ehhez a reformkori hangulathoz, vagy ehhez az egész költészethez kapcsolódó műhöz mondjuk minden esetben illik. Úgyhogy szerintem nagyon jól megtalálta Vera azt, hogy a reformkor hangulatát idéző ruhák és az eredeti névviseletek is így nagyon jó arányban jelennek meg, és azt gondolom, hogy egy olyan hangulatot teremtenek, ami erősíti ezt a műsort így. Mint ahogy a koreográfiák is, hiszen benne van a nagy csapat, és benne vannak a közvetlenül őket követők, azt hiszem, hogy ez így ebben az értelemben teli találat, hiszen mást táncolnak, és más formában mutatják be ezt az életutat. Igen, a nagy együttes mellett az ifjúsági korosztály Pulutyka csoport is helyet kap ebben a műsorban. Ez már nem először történik, így volt már több műsor, amiben
párhuzamosan ők is szerepet kaptak. Semmi másról nem szól ez arról, hogy megmutassuk, hogy igen, van egy fiatalabb generációnk is, aki igenis bele tud állni egy ilyen műsorban, és igenis emelni tudja a maguk fiatalos, harapos lendületével ezt a műsort, és mondjuk az ő korosztályukhoz képest bele tudunk tenni egy olyan kis csavart, hogy a Petőfinek és az Aranynak a levelezését egy elképzelt messenger üzenet vetítéssel fogjuk megoldani, és azt gondolom, hogy az ő korosztályuknak ez sokat mondhat így. A premierről készült beszámolónkat természetesen a Fehérvár Televízióban is bemutatjuk, ugyanakkor ez nem egy előadás, hála Istennek teszem hozzá, mert bizonyos vagyok benne, hogy nagyon sokan érdeklődnek iránta. Mikor láthatjuk még? Igen, tehát most március 11-e az már egy teltházas előadásunk a táncházba. Következő az április 29-e Vörösmarty Színház, este 7 óra, Táncvilágnapja alkalmából gála műsor, és ennek a fő pillére ez a Petőfi műsor lesz. Szerencsére, vagy sajnos, már a jegyek erre is elkeltek, viszont lesz. Már most tudjuk, hogy még egy előadásunk a közeljövőben, május 19-én, szintén a Táncházba, ahol a Petőfi Verslábak című műsorát fogjuk újra bemutatni. No, és ha már a nemzetközi Táncvilágnapjáról beszélünk, akkor ugye április 29-e, ez nem kevésbé izgalmas, hiszen itt lesz a mesenép. A mesenép is egy egészen kivételes siker volt. Én azt hiszem, hogy az Alba Régia Tánc Együttes, illetve Novák Petéknek köszönhetően ez egy megint csak egy új forma, ami azt hiszem, hogy ízig-vérig 21. századi, viszont megtartja a hagyományokat. Igen, egyébként ezt szerintem most nagyon szépen összefoglaltad, és örülök, hogy ez jön le, mert nekünk azért, mint néptáncegyüttes, amatőr néptáncegyüttes, nagyon fontos feladatunk, sőt a legfontosabb feladatunk az, hogy a mi anyanyelvünkből táplálkozzunk. És így próbáljunk meg egy kicsit tovább gondolva a mai kor szellemiségének megfelelően újat alkotni. Úgyhogy igen, ebbe a tánc világnapi gála műsorban a fő pillér ez a Petőfi műsor, és ezen kívül van két rövidebb műsorrész, az egyik ez a mesenép. A mesenép egyébként ugye ez egy 50 perces családi mesejáték, felnőttektől egészen a gyerekekig a korosztályt megszólítva, viszont mi most ebből csak a táncos részt emeltük ki, és egy negyed órás blogba, ez még nagyon izgalmas, mert ez még előttünk áll ennek az összeállítása, hogy egy negyed órába tényleg a mozgásos, táncos részeket, mindenféle történet és egyéb prózai részek nélkül mégis egy kerek egészét gyúrjuk, de benne lesznek azok a fontos eszközök, akár mint a varázseszközök, akár mint a létre, ami végigkíséri az egészet, illetve azt gondolom, hogy szintén a jelmezek, illetve az eszköz és a hangszerelés által megint egy tőlünk nem annyira megszokott dolgot láthat majd a közönség. Igen, hát ez a tradicionális néptánckultúrát népszerűsíti a mesenép, ugye 2022, tehát az elmúlt év nyarán ezt láthattuk, óriási sikert aratott. Említsük meg azért, hogy a koreográfiákat tiejitek, Molnár Gáborral és a Novák Peti rendezte. Ez is egy fontos lépcsőfok. Miként éltétek meg a sikert, a mesenépet kísérő sikert? Hát a számunkra nagyon jó érzés, szerintem mindenki számára jó érzés, amikor több korosztálytól hallja azt, vagy érzi az ember, hogy ez működik. És nyilván ez egy gyerek, úgy készítettük, vagy úgy kezdtük, hogy csináljunk egy gyerek darabot. De aztán ez nagyon gyorsan kiderült, hogy ez egy családi darab, és nagyon jó érzés, amikor a kis, egészen pici gyerekektől a felnőttekig jönnek, és megtalálják, és mondják, hogy nekik melyik az a pillanat, amiben megtalálják akár magukat, vagy megtalálják a humort. Nekem ez nagyon, meg az is nagy siker, hogy most 10. alkalommal fogjuk játszani, és már nem csak itt a helyi játszóhelyünkön, amely jutottunk ebben Budapestre a Hagyományok Házába, ott kaptunk egy meghívást, ott is teltház előtt tudtuk ezt megvalósítani, illetve május 21-én pedig Siófokon, a Siófoki Színházba kaptunk meghívást, és ott is, tehát most már el tudjuk kezdeni utaztatni, ami persze egy nagyon fontos célunk volt. Részben mellékszál, de nyilván lesz ennek folytatása a verslábaknak, meg a mesenépnek, mert én biztos vagyok benne, hogy a felkészültségetek megengedi, hogy ilyen táncjáték
táncjátékokat, népi táncjátékokat mutassatok be. Ugyanakkor beszéljünk arról a három mezőségi településről, amelyeket megtisztelt, akik megtisztelnek bennünket az ő néptánc kultúrájukkal. Hát igen, a legnagyszerűbb az lenne, ha ez a három mezőségi településről ezek az adatközlök egyszer csak megjelennének közé. És az a helyzet, hogy Erdélyre ez nagyon jellemző, és akár Füzesen, Ördöngős, Füzes, Melegföldvár és Vajda Kamarásról beszélünk, és mind a három olyan falu, ahol ha Melegföldvárt nem is, abban nem is vagyok biztos, de hogy még mai napig hagyomány őrző párok, illetve csoportok még működnek, tehát hogy akár el is lehetne hívni őket, de most nem erről fog szólni, hanem a senior csoportot mindenképpen ebben a műsorban szerettük volna bemutatni. Ők Melegföldvár, tehát Északmezőségnek egy falvának a táncával kezdtek el foglalkozni, és elkezdtünk gondolkodni, hogy közben ott van egy junior csoportunk, akik pont ördöngös-füzesi táncokat ismerkednek, táncokkal ismerkednek meg, tavaly a pulutykásokkal vajdakamarási, és ez a három falu, ha laikus szemével azért nagy átlagban azt mondhatni, hogy azért nagyon egyforma táncképet mutat, de azért mindegyiknek megvan az a kis érdekessége, amit érdemes bemutatni, és az, hogy mondjuk három generáció mutatja ezt be, ez is egy érdekes. Tehát közel 70 táncossal fogjuk ezt a negyedórás koreográfiát összeállítani, és szerintem nagyon izgalmas ez a három falu, illetve ez a három csoportnak az egy színpadon történő megjelenése. Ráadásul én kíváncsi vagyok, hogy a három korosztály, hiszen Ritter Andre a szeniorok, és Verával pedig ti a másik két csoport, ifjúsági csoportot vezetitek. Igen. Hát ez várható. Ugyanakkor még itt van nekünk a Magyar Költészet Napja. Ez megint egy óriási kihívás. Én azt gondolom, hogy hazánkban az egyik olyan tradicionális ünnep, amelyet mindenki kedvel, mindenki méltósággal áll neki, bármilyen programnak. Hogyan lehet ezt úgy megcsinálni, hiszen itt rendhagyó lesz a tiétek ismételten, ugye április 11-én. Hát a kézenfekvő az lett volna, hogy április 11-én költészet napja alkalmából elővesszük a mostani új műsorunkat, a verslábakat, és előadjuk. És azt gondolom, hogy ez aztán teljesen egyértelmű és adott lett volna. De nem, hanem mivel, hogy áprilisban ugye színházban lesz ez a műsor. Egy más módon gondoltam, hogy ezt meg kéne ünnepelni. Mi ezt még azt gondolom, hogy egyesület révén még nem ünnepeltük ezt a szép napot. Van egy zenekarunk, ami a Albarigia táncegyüttes tagjaiból, meg a Galiba zenekar tagjaiból állt össze, ez a Puszták Népe Front zenekar, aki népzenei alapokon nyugvó mai kornak, stílusának megfelelő zenét játszik, dolgoz fel. Erről szól a mi életünk. Ez egy hobbi, igazából ez egy szerelem. És ezzel kapcsolatban én nekem már tavaly eszembe jutott, hogy olyan sok olyan könnyűzenei műfajban, 80-as, 90-as években ismert zenénk jutottak eszembe, amin én is, meg a társaim is felnőttünk. Tehát, hogy ezeket nagyon szerettük, ezeket a muzsikákat. És olyan költőknek, mint József Attila, Petőfi, Nagy László, versei dolgozzák föl. És azt gondoltuk, hogy ez meg a zenekarunknak a profiljába meg abszolút belefér, hogy összeállítsunk egy olyan koncertet, ahol már klasszikussá vált, megzenésített verseket fogunk koncertszerűen előadni. Ez is egy rendkívüli kihívás egyéb iránt. Hát, egyik oldalról azért nyilvánvaló, hogy a magyar könnyűzene élet klasszikusai egyik oldalról, azért itt nagyon sokan vannak, akik a népi kultúrával gyakorlatilag vagy szinte megegyező dallamvilággal rendelkeznek. A másik oldalról pedig ehhez társítani olyan táncokat, amelyek megmaradnak a saját berkeken belül, de mégis sugározzák azt, hogy itt ez a költészetről van szó. Az a helyzet, hogy ebbe most tánc nem lesz. Nem lesz tánc? Ami lesz benne, az annyival egészül ki, hogy a Majoros Leventét és Gergely Emmát, aki a Vasvári Diák Színpadnak a tagjai, illetve hát a
Pulutyka táncosai, a Levente pedig a fia. Igen. Őket kértem meg arra, hogy ezt a koncertet kortárs költőknek a verseivel, prózai jeleneteivel kössék ők össze, hogy ez megint egy a régi kor, illetve a mostani nagyon fontos fiatalokat is megszólító kornak a dolgait így össze tudjuk hozni. Ez egy ígéző történet lesz, az biztos. Hát főleg úgy, hogy egy picit tovább gondoltam, és vendégként, hát a fiamnak van egy zenekar, amiben játszik, a Waiting Room zenekar, aki hát megint a fiatalokat nagyon szépen be tudja vonzani, akár egy koncertre, nagyon, nagyon ügyesen csinálják, nagyon jó látni ezeket a fiatalokat, és nekik van egy számuk, amit az egyik barátjuk írt nekik, és azt gondolom, hogy annyira szépen, mind a szövegügyileg, tehát akár ez egy kortárs költeménynek is felfogható, és annyira szépen megzenésítették, és hát ez egy sláger, és őket mint vendégként ebbe a koncertbe mindenképpen szeretnénk meghívni. Ami érdekes lesz, hogy ők egy jó zúzós zenét játszó. Most ők egy picit be lesznek szorítva egy ilyen akusztikus, általunk is képviselt dologba, ami szerintem nekik se baj, ha egy kis mást kihívást fognak ők is ezzel. Nem árthat. Tehát három fantasztikusra a közeljövőben, áprilisig. Vannak-e hosszú távú terveitek így végezetül? Hiszen nyilvánvaló, hogy most már talán kinyílik a világ, mert ha valami, akkor a tánc, illetve az Albarigia Táncegyüttes adta műsorok nagyon hiányoznak a város életéből. Hát a hosszú távú terveink azok ezzel a két mostani műsorunkkal, a Mesenép és a Verslábak műsorral egyre több helyre eljutni. És úgy látjuk tényleg, hogy nyílik a világ, és ahogy egyre többet hallanak rólunk, kapunk megkereséseket, felkéréseket, mi is megtaláljuk azokat a forrásokat, akár egy nem tudom, milyen pályázat kapcsán, hogy minél könnyebb legyen mondjuk ezt a műsort utaztatni. Tehát ez most a tervünk, hogy minél több helyre eljutni. Nyilván ezen kívül a folklor műsorunkat, ami közben persze létezik ugyanúgy, ezeket is szinten kell tartani, mert bármikor jöhet egy olyan felkérés, ahol nem egy verslábakat, nem egy mesenépet, hanem egy folklor műsort kérnek tőlünk, és nekünk annak is meg kell felállni ugyanúgy. Úgyhogy leginkább most ennek a két műnek az utaztatása lesz a hosszú távú célunk. Én nagyon örülök neki egyébként, amikor tudomásomra jutott, akkor hát kimosolyogtam magamból azokat a fenntartásokat, amit az elmúlt időszakban ugye a kultúra leállt jószerivel, ezt nagyon is jól tudjuk, ami összegyűlem lett az emberekben, hiszen nagyon sok mindenkivel beszéltem, és hiányzott. Hiányzott a színház, hiányzott a tánc, hiányzott a minden, ha úgy tetszik. Úgyhogy ez egy jó út, és én azt hiszem, hogy természetesen, miközben kedves nézőinknek megismétlem, hogy látni fogják a verslábakat, mert hogy ez egy fantasztikus előadás, amit majd mi veszünk, és hát sok sikert kívánok. Nagyon hozzá. Szépen köszönjük. Robi, köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, Majoros Róbert, az Albarigia Táncegyüttes művészeti vezetője volt a vendégem, és a beszélgetésünkben a közeljövőben három különböző alkalommal, három nagyszerű programról beszélgettünk. Tartsanak velünk, figyeljenek továbbra is, hiszen ezekről az eseményekről természetesen beszámolunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.